Nagyon kipihen főpolgármester úr, jó estét, és jó estét kívánok a kedves nézőknek jó is. Jó estét kívánok. Azt mondja, úgy jött be, hogy ma türelmes lesz, ma nem lehet felhúzni. Hát nem ma. Nézze, én már egy kicsit igyekszem bölcsen hallgatni a történeteket, figyelni az eseményeket, vegyük tudomásul, hogy milyen világ van. A kommunikáció jelentősége ma már sokkal nagyobb, mint a valóságé. Könnyen fölülírja a kommunikáció a valóságot, ehhez hozzá kell szokni. Gondolom egyszer majd megváltozik, ahogy nem is volt mindig így. Pillanatnyilag így van, hát Istenem, hosszú távon a dolgok kiegyenlítődnek. De az nincs úgy, hogyha valami a kommunikációban nagyon erős, az előbb-utóbb egy önbeteljesítő jóslattá válik? Tehát annyit beszélünk róla, hogy a végén valakinek eszébe jut, hogy tényleg ez jó ötlet. Nem tapasztalt ilyet? Én nem hiszem. A kommunikációs mellőbeszélésnél mindig azon igyekeznek egyesek, nem mindenki, de van ennek ereje ma, ez tény, hogy megpróbálják ilyen bátorságfejlesztő gyakorlatként azt sugallni mindenkinek, hogy hát mi úgyis csak jól tudunk ebből kijönni. Na, ez most szerintem nem így van. Na jó, hát a kicsit elvont beszélgetésből legyünk nagyon konkrétak. Elment szabadságra, aztán szabadsága idején történt ez a hop történet, ami hát a jelek szerint egyirányú útvonal, tehát kivételesen nem egy városi körjáték, hanem csak egy cég nyerhet, az összes többi legfeljebb bámulhat az ablakból. Ön azt mondta, hogy ha visszajön a szabadságáról, akkor megvizsgálja ezt a történetet. Volt már idejére? Megtörtént, igen. Tudja, el voltam foglalva ilyen ügyekkel, mint a hármas metró, az árvízvédelem és hasonlók, meg hát ilyen különféle szintű és irányú politikai intrikák, amik azért a főpolgármesteri szék környékén folyamatosan jelen vannak 1990 óta. Ezzel együtt utána néztem, én nem sokat foglalkoztam ezzel a hoppon, hopoff kérdéssel, de úgy gondolom, és így is döntöttem, erre kértem fel a BKK-t, meg is történt, hogy a határidőket meghosszabbították, és a meghosszabbított határidőben most már másoknak a pályázati lehetőségei is beleférnek. És a szabályokat is megváltoztatták? Nem igaz már az, hogy voltak éppen ki van jelölve a szabályok a pályázati feltételek által az, hogy melyik cég vagy konzorcium nyerhet? Hát ennek én semmiképpen sem vagyok híve, hogy ez ki legyen jelölve. Én azt tudom mondani, hogy konkrétan a közbeszerzési folyamatokban nem kívánok részt venni, eddig sem tettem. Most is azt tettem, hogy kinyitottam a kapukat. Ha valami olyan történik, amiről én is úgy gondolom és úgy látom, hogy na hát ezt nem szabad engedni, akkor meg fogom vétózni. A gazdasági versenyhivatal törékezett levéllel találkozott? Találkoztam már. Nem arról volt szó, hogy én olyan helyzetben akartam volna hozni a gazdasági versenyhivatalt, mint ők nem is küldtek volna levelet, csak szokatlanul hosszú szabadságon voltam most. Több mint 40 éves munkaviszonyom alatt még soha nem voltam ilyen hosszú szabadságon, de valahogy úgy éreztem, hogy most erre szükségem van. Elege volt? Spirituálisan. Nem menjünk ebbe bele, de ha rövid választ akart, akkor igen, van néhány dolog, amiből elegem lett. Ezzel együtt, amikor visszajöttem, akkor utána néztem ennek a dolognak, és így döntöttem, hogy mi lesz a vége, azt meglátjuk. Tusványosan a Szabad Egyetemen fővárosi politikusok, polgármesterek elkezdtek arról beszélgetni, gondolom ez eljutott önhöz, hogy 6-8 kerület lesz a 23 helyett, meg hogy a főpolgármestert majd 19-ben már nem is választhatja meg Budapest lakossága, hanem majd kinevezi a kormány. Csak úgy, mint a kerületi vezetőket, már amennyi kerület egyáltalán marad, és nagyon furcsa módon azt mondták, hogy na, de hát ez tarlós elképzelése volt 2009-ben. Emlékszik erre az elképzelésére? Hát az én elképzelésem az nem pont ilyen volt. Egyébként meg nem az én elképzelésem a döntő. Nem akarok ebben a kérdésben fővezéresdít játszani, bár feltételezhető, vagy mondjuk nem kizárt, hogy megkérdeznek. Tudja, az, hogy 2019-ben választják, hogy nem választják a főpolgármestert, ez engem abból a szempontból nem érint érzékenyen, hogy megtisztelő lesz, ha netán én leszek Budapest utolsó legálisan és közvetlenül megválasztott főpolgármestere, azért az nem semmi, ha belegondol. Az nem semmi, hogy ez a funkció ilyen módon megszűnik?
Az már más kérdés. Azt én értem, hogy erre büszke, de hát nem botrány, ha ez megszűnik, ez a lehetőség? Szerkesztő úr, nincsenek kiérlelt alternatívák. Én úgy tudom. Én nem vagyok döntéshozó egyébként, mert nem vagyok parlamenti képviselő. Budapest főpolgármestere vagyok. Azt tudom, vagy legalábbis a legutolsó információim szerint létezik néhány alternatíva a budapesti közigazgatási rendszer átalakítására. Hát van, de van, át kell alakítani, abban biztos? Nézze, én igyekszem ezeket a dolgokat, ahogy az elején mondtam már, és ebben nem megjátszott az, hogy higgadtan gondolkodom róla, hanem elfogadhatja természetesnek, azt hiszem. 1990-ben, aki megyei jogú városokban is, és Budapesten is, aki már 1990-ben is polgármester volt, és ma is az, én vagyok az egyetlen az országban, tehát én már nem akarok különösebben építkezni, nincsenek különösebb vágyaim, igyekszem, amennyire tőlem telik, logikusan és életszerűen kezelni ezeket a kérdéseket. Ha visszaemlékszik, 20 éven át az újságíróktól is mindig azt lehetett hallani, hogy minek itt ez a 22 vagy 23 kiskirályság, mi ez a hülyeség így, mi ez a hülyeség úgy. Nekem ez nem is esett jól kerületi polgármesterként. Aztán valamitől, én se tudom mitől, 20 év után egyik napról a másikra megfordult a szél, és elkezdtek össze-vissza beszélni. Most nekem nagyon jó a kapcsolatom, és nagyon jó a munka kapcsolatom a kerületi polgármesterekkel. Sokra is becsülöm azt a pozíciót, mert a saját több mint másfél évtizedes munkámat becsülném alá, ha nem így tennék. De az kétségtelen, hogy a budapesti közigazgatási struktúra az nem a legszerencsésebb, a hatékony munkavégzés és a hatékony forrás felhasználás szempontjából. A 6-8 kerület létrejötte, az egy sokkal dinamikusabb működést tesz lehetővé? Ne fókuszáljunk ennyire arra az egyetlen elemre, hogy létezik egy térkép, ahol 8 kerület van, mert nincs ilyen döntés. Van egy elképzelés a Cityről is, van egy elképzelés, inkább beszéljünk múlt időben, jó? Mert most nem tudom, mi a helyzet. Volt egy elképzelés, hogy a kerületek ad abszurdum előjáróságok lennének, az nem lenne egy új dolog egyébként, mert a háború előtt ez mindig így volt. Ezt ön is valószínűleg tudja. De nincs kiérlelt koncepció, és nincs döntés. Ma az nagyon előjárót nem választották, bocsánat. Az előjárót kinevezték. De én nem is mondtam, hogy választották. Hát én azt mondom, hogy volt olyan rendszer, amikor de előjáróságok voltak. De 1990 óta újra és újra Budapest népe, hol a kerületi népe, hol a nagy budapesti népség megválasztotta. Ez így van. Ez egy olyan legitimáció, amire ön most előbb mondta, mennyire büszke ezt a legitimációt, ezt hogy lehet elengedni? Még egyszer mondom, ne erre fókuszáljunk, mert... De hát ez fontos kérdés. Ez igaz, csak úgy kezdünk beszélni róla, most nem mi ketten, hanem az egyik napilapban már olyan módon jelent meg a dolog, mintha én tudnék valami döntésről, csak itt sumák módon nem beszélnék róla, vagy tudnék valami kiérlelt álláspontról. Ma úgy látom, figyelembe véve a realitásokat is, hogy először is ez egy akkora parlamenti többség kellene, ami jelenleg nincsen meg. Egyrészt nem tudok róla, hogy a döntéshozóknak lenne egy olyan kiírlelt álláspontja, hogy na ezt akarjuk, csak most nem tudunk előjönni vele. Az elképzelésében benne volt, hogy ne legyen választott a főpolgármester? Inkább azt mondom, hogy el tudtam képzelni, hogy valakik így akarnak dönteni. És az miért lenne jobb? Hát nem lenne szerint jobb. Jobb lenne? Nem, szerkesztő úr. Én akkor nem is vállalnám el ezt a beosztást. Az utódja, nekem... hogyha ilyen körülmények közé kerül, voltak éppen a miniszterelnök beosztatja lesz? Vagy a kormány beosztatja lesz? Hát ha így fogalmaz, elméletileg van a világban ilyen konstrukció. Én inkább azt akarom mondani, hogy ma vagy prompt a legnagyobb valószínűségét annak látom, hogy talán nem lesz semmilyen változás. Azt eldöntötte, hogy nem jelölteti magát újra? Hát több mint három évvel korábban az ember ilyet nem mond. Hát azért, mert hogy ön lenne az utolsó választott, akkor azt jelenti, hogy letenni a no, de hát én ezt arra mondtam, végén. Hogy azt tetszett mondani, hogy ha nem lesz 19 hogy nem választás. Választani fogják. Hát most ha vállalnám, ha nem vállalnám, az már egy ilyen esetben nem választott pozíció lenne. Ez igaz. Tehát ez az én személyes
motivációm az mérhetetlenül alápolyna. Kérdezik, mert ugye a második ciklusát tölti. Tehát nyilvánvalóan van egy tapasztalata. Mármint főpolgármester. Igen. Akkor tanácsolná az, hogy a főpolgármester ne választott funkció legyen? Hát ha az én személyes véleményemet kérdezi, akkor ha van olyan pozíció, amit illik, hogy a nép közvetlenül döntsön el, a főváros főpolgármestere mindenképp olyan. Igen, ezt kérdeztem. Azt mondja Vitézi Dávid, hogy akkor is látszik, hogy járatritkításra készülnek Budapesten a BKK-nál, hogyha ezt kézzel-lábbal tagadják. Márpedig tagadják, közleményt is olvashatunk arról, hogy szó nincs járatritkításról. Erre mondja Vitézi Dávid, hogy csak meg kell nézni a menetrendet. Van járatritkítás, vagy nincs? Szerkesztő úr, az a kérésem, hogy válaszuk ketté a kérdést, jó? Azzal kezdte, hogy a Vitézi Dávid. Hát a Vitézi Dávidot közel két évvel ezelőtt gyakorlatilag alkalmatlanság miatt a miniszterelnökkel együtt eltanácsoltuk. Ha jól tudom... Ki lett mondva így a nyilvánosság előtt, hogy Vitézi Dávid alkalmatlansága miatt távozik? Engedd meg, hogy befejezzem. Ha önnek ez érzelmi problémát jelent, akkor maradjunk annál, hogy eltanácsoltuk. Nekem nem jelent érzelmi problémát, csak most meglepődtem. De ha folyamatosan elmondhatom, akkor rövid leszek, mert ez nagyon rövid lesz, amit erre mondani tudok, meg akarok is. Tehát nyilván, akit közel két éve eltanácsoltunk, egyébként Vitézének nincs is közlekedési végzettsége. Akkor miért nevezték ki? Most ne menjünk ennyire mélyre. De akkor ez egy fontos kérdés. Tehát utóbb jöttek rá arra, hogy kineveztek valakit, aki alkalmatlan és nincs is végzettsége? Most ezt végigmondanám, az nagyon hosszú lenne. Valami miatt az az érzésem, hogy nem akarja, hogy összefüggjön, elmondjam. Dehogy nem akarom, csak meglep minden mondatával. Lesz. Hát nem tudom, mi ebben a meglepő. Mindenki tudja, hogy két évvel ezelőtt elküldtük. Nyilván nem azért, mert úgy gondoltuk, hogy fényesen bevált. Nincs közlekedési végzettsége, még egyszer mondom, egy fiatal ember, tőlem boldoguljon az életbe, ahogy akar, amennyire én tudom, de hát ön is úgy tudja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban se különösebben tartóztatták, onnan is tovább delegálták. Én hallok róla, hogy a Facebookján itt fröcsög a fővárosra szinte naponta, de nézze nekem a Vitézi Dávid nevű fiatal emberről az egyetlen jelentős emlékem, hogy nem nagyon szerettem bele kezet fogni, tehát én ne haragudjon, én Vitézi Dávidra nem reagálok, ő nekem nem a partnerem, ő nem kompetens fővárosi ügyekbe. Ha Vitézi Dávidról akar beszélgetni, akkor ezt tegye meg az utódával. Azért kénytelen vagyok arra valamit mondani, amit öntől hallok. Például, hogy nem szeretett vele kezet fogni, nem egy személyes történet. Én csak azt mondtam, ennyi nem az gondolom, emléken. Hogy ez önmagában fontos, de ki nevezte ki Vitézi Dávidot a BKK élére? Hát én eddig nem mennék vissza, mert ez egy hosszú történet. De ki nevezte ki? Ki írta alá az ő kinevezését? A közgyűlés nevezte ki végső soron, a 2010-es közgyűlés, de ha akar egy külön műsort erről, akkor majd valakit küldök, nem, csak az lett meg, hogy most kijelentő módban tárgyalunk arról, vagy tárgyal velem arról, hogy Vitézi Dávid ugye köztudottan alkalmatlan, két évvel ezelőtt ezért mentették fel, nem volt szakirányú végzett, csak éveken keresztül volt a kezében a főváros közlekedése, akkor ezt nem tudta. Hát nézze, ez, hogy a kezében volt a közlekedés, erre azt mondom, hogy amennyit én most érzékelek a napi megnyilatkozásaiból, legalábbis amit behoznak hozzám, mert engem nem érdekelnek ezek, az nekem úgy tűnik, hogy ami jó történt a közlekedésben, az most valamilyen kommunikációs zárvány megpróbálja Vitézinek tulajdonítani, ami meg rossz, azt megpróbálják rákenni az utódára. De maradjunk abba, és akkor térjünk rá inkább a járatritkításra, mert azzal szeretném befejezni a szavaimat, hogy engem ne is kérdezzenek Vitéziről, mert nem foglalkozom vele. Mondom, ennyi a legerősebb emlékem róla. Nekem Vitézi nem... Miért szeretett vele kezdet fogni? Akkor most már mondja el. Így adódott. Valahogy történelmileg így sok alakult. Ilyen van, akivel nem szeret? Én azt hiszem, hogy talán nem. Na térjünk a... Akkor ez egyfajta kivételezett helyzet volt Vitézi Dávid számára. Jó, térjünk vissza a járatritkításra. És akkor az a kérésem, hogy engem ne kérdezzenek Vitéziről, hívják meg Dabóczi Kálmánt, ő az ő utóda, és ha Vitéziről akarnak beszélgetni, akkor beszélgessenek vele, vagy a négy-négy, az indexel. Hívni, és ezután is várjuk szeretettel. Úgyhogy én nem kívánok Vitézire reagálni, ez nem az én kompetenciám. Egyébként miniszterelnök úrral egyeztetve mentettük fel, még csak ennyit mondok, de én erről nem kívánok. Engem ez a kérdés egyszerűen nem érdekel.
A járatritkítás, nincsen járatritkítás. Tessék szersen nekem tájékozódtam, mert egyébként nem művezető és nem BKK igazgató vagyok a fővárosnál. Azt természetesen érdekel, hogy van-e járatritkítás, sose támogattam a járatritkítást önmagában. Most az nyilván egy kivételes eset volt, de érdekes módon nem is volt reklamálás, pedig az valóban egy nem nagy mértékű, de járatritkítás volt, amikor a 4-es metrónak a végleges használatba vételi engedélye megszületett, akkor felszíni járatokat kellett ritkítani, mert a párhuzamosság az pazarlás lett volna. Ma nem lehet járatritkításról beszélni, ahogy a BKK nekem jelentette a valóságot, hiszen a sajtófőnököm az hozza be a híreket, és kértem egy igazoló jelentést. Én el is hoztam a számokat magammal egyébként, mert a járatritkításról arról szerettem volna nyilatkozni. A járatritkítás azt jelenti, hogy a járatokat törölnek. Na most ilyen nincsen. 340 vonalából a BKV-nak, mintegy 9 vonalon kisebb menetrend korrekciót valóban végrehajtottak, hogy most értsék a nézők is, és ön is. Mert így lehet sajtókapcsolatokkal luftballonokat felfújni. Ezek a menetrend korrekciók, ezek a következők. Az egyik járatszámnál, nem akarom mondani a járatszámot, bár nyugodtan mondhatnám, ugye a mértékadó követési idő az 5 perc volt, ezt 0,4 perccel növelték, így a 52%-os mértékadó kihasználtsága a járatnak 57%-ra növekedett. Mondok egy másik példát. Aztán többet ne. Egy másik járatnál 0,8 perccel növelték a mértékadó követési időt, így a kihasználtsága 44%-ról 50%-ra nőtt. Ilyen változás volt 9 darab, de egy járatot sem töröltek, vagyis járatritkítás nem történt, egy menetrend korrekció. Na, még, azt mondja meg nekem, hogy ezt számot... ember hogy szúrja ki? Tehát, hogy van-e ember, akinek a fejében van a teljes budapesti menetrend? Perc pontosággal. Most akkor ön válaszolt a BKK korábbi vezetőivel kapcsolatban olyan kérdésre, amit én nem akartam boncolgatni humanitárius okokból. De mi szoktunk arról beszélgetni, hogy ki milyen dokumentumokat visz ki a főpolgármesteri hivatalból, meg hogy nem érte, hogy az egyik szobából a másikba hogy jött el valami. Most, ez is bentről van. Ha még egy percre visszacsatolunk, de ez aztán tényleg az utolsó. Nyilván a BKK korábbi vezérigazgatója azon igyekszik kétségbe esetten, hogy felszínen maradjon. Én felülem felszínen maradhat. Hát neki van most egy munkája, a közlekedési múzeum rekonstrukciója. Hát az a baj, hogy a közlekedési múzeumot közben bezárták, szóval... De miért nem arról kérdezik? Hát neki nincs is képbe, hát nyilván van egy-két embere még a BKK-nál, feltehetőleg azok viszik ki a pontatlan információkat. Egyébként még egy adatot mondjak, megint visszatérve a járat ritkítás. Legyen ez az utolsó adat. Ma luftballonnál fújt ügyére. A BKK által megrendelt úgynevezett vonalférőhely teljesítmények, hogy hogyan alakultak, aztán akkor ettől kezdve beszélhet a BKK korábbi, meg új vezérigazgató, most már nem is van új vezérigazgatója egymással, hogy most ki hogy dolgozott. Ugyanezt köszön vissza egyébként az elektronikus jegyrendszernél, amit Vitézi elrontott, azt szegény Dabócinak helyre kellett hozni. Hívják meg, azt kérdezik meg őt, én nem akarok erről hozzá beszélni. Vitézi beszélt erről itt, Dabóci. Dabóci urat pedig várjuk ide, hát mondom igen, még egyszer. Majd ő elmondja, hogy mi az igazság ehhez képest. Én is el tudnám most mondani, de hadd mondja el Dabóci. Az ő dolguk, tehát ez a férőhely teljesítmény, vonali férőhely teljesítmény, ez 2014-hez képest 120 millió férőhely kilométerrel nőtt 2016-ra. Ez nekem majdnem kínaiul van, de nagyjából nagyjából sok. Hát értem, igen, sok. Igen, igen. Na most ehhez képest azt állítani, hogy rosszabb a tömegközlekedés teljesítménye, meg járatritkítások, ezt valamilyen kommunikációs bűvészkedéssel meg lehet próbálni eladni az Indexben, meg nem tudom én hol, csak éppen nem igaz. Kérdezhetek másik ügyben egy mondatban, egy mondatos választ remélve? Igen. Szintén sajtóinformáció, hogy gond lehet évvégén a szemétszállítással Budapesten, mert ugye a kormány szeretné elvonni azokat az összegeket, amik ebben megmaradtak tartalékként. Ez igaz. Ez igaz? Bizony, hogy igaz. Most írtam a miniszterelnök úrnak, kértem, hogy avatkozzon be, és fogadjon engem, hogy erről tudjunk beszélni. Mi is regisztráltunk, és az adatszolgáltatás az most a napokban
megtörtént, nem értek egyet azzal, ami történik, és a várost meg kell próbálnom minden eszközzel megrédeni. Nyereségessé tettük ezt az üzletágat, nem pontos számok, de hozzávetőlegesen 10 milliárdhoz közeli összeg hiányzik az országos rendszerből. Ezt gyakorlatilag most a fővárostól vinnék el. Olyan hiányt képezne ez az intézkedés a fővárosban, amit nem lehet kitermelni. Ráadásul az úgynevezett haszonanyag átadása olyan kockázatokkal jár, hogy a Cheops szerződésben vállalt, fejlesztéssel kapcsolatos Cheops szerződésben vállalt uniós kötelezettségeinkkel ellentétes lenne, ami az uniós támogatás visszavonását jelenteni, és az legalább ekkora baj, hogy a fővárosi önkormányzat hiába is adna forrást a hiány pótlására a fővárosi közterület fenntartónak, mert az új jogszabály szerint ezzel az összeggel a KHV, ez az új szervezet csökkentené az FKF-nek visszafizetendő díjat, vagyis tehát voltaképpen azt is elvinnék. Megmaradna hiány. Uh-huh. Tehát én a miniszterelnök urat kérem, hogy avatkozzon közben. Hogyan? Hogy leáll a szemétszállítás? Az elképzelhető, hogy majd valaki azt fogja ajánlgatni, hogy adjuk át a céget, de hát egy frászt akarom átadni a céget. Egyébként van is miniszterelnök úrral egy megállapodásom, hogy 19-ig aztán biztos, hogy a fővárosi cégek a fővárosban maradnak. Ezeket ő be szokta tartani? Nézze, a miniszterelnök engem nem szokott becsapni, szóval nem mondom azt, hogy nincsenek erők, akik ilyen-olyan megfontolásból, nem tudom én milyen elképzelés vagy motiváció alapján kitaláltak valamit ebbe a hulladékgazdálkodási ügybe. A jelenlegi helyzet az nekem nem felel meg, a város érdekének se felel meg, nem támogatom, miniszterelnök úrhoz fordultam. Köszönöm, hogy elmondtam, ezt is, meg a többit is. Köszönöm.